Sziasztok! Múlt héten Attilával a sebességmérésről beszélgettünk veletek, megbeszéltük az elméletét, megbeszéltük a rossz szokásokat, hogyan nem érdemes mérni. Ezen a héten megnézzük a gyakorlati példákat, hogy hogyan érdemes ezt csinálni. Több kategóriába szedtük a mai rész tartalmát, kezdjük a hitelesített mérőeszközökkel. Sokat erről igazán nem érdemes beszélni, hiszen ezek ugye kulcsra kész megoldások, minket pedig az ilyen saját magunk hegesztett dolgok szoktak érdekelni, routerből csinálunk sebességmérő eszközöket. Hitelesített mérőeszköz például lehet az Exfo család, amit a PTP videósorozatunkban láthattatok, különböző RFC és Y kezdődő kódolású szabványos méréseket lehet vele végrehajtani, jelentést generál nekünk, gyárilag hitelesítve van, ha megfizetjük az árát, ugye? Természetesen. Azért tegyük azt hozzá, hogy nagyon sokban segít ez, különösen, hogyha egy olyan hálózatot szeretnénk megmérni, amiről nem sok mindent tudunk. Tehát ha arról van szó, hogy van egy számunkra átláthatatlan hálózati kapcsolat, és azon szeretnénk tudni, hogy mekkora sebességgel tudunk milyen csobog méret mellett kommunikálni, elképzelhető, hogy elég sok egymás után elkövetett mérésből fogjuk majd csak tudni kideríteni azt, hogy mi az a tényleges átvihető adatmennyiség, ami adott csomagvesztés mellett megoldható, és az automatizált teszterek ezt nagyon könnyedén meg tudják oldani, ott hagyjuk őket, és ők szépen felfedezik azt, hogy mekkora sávszerességgel tudnak kommunikálni, és majd végén produkálják nekünk azt a mérést, hogy igen, ez a kapcsolat, ez valójában ekkora csomagvesztési arány mellett, ekkora adatátvitelre képes. Tehát megvan ezeknek az előnye. Igen, tehát akkor ezeknek a műszereknek akkor látjuk az előnyét, hogyha egy ilyen fekete felhőt akarunk megmérni. Tehát látunk egy végpontot, meg egy másik végpontot, és nem látjuk, hogy mi van abban a felhőben, akkor ez nagy segítség. Hiszen ugye a manuális mérésekből órákat, napokat kéne eltöltenünk nekünk kézzel, és utána Excel táblázatokat elemezni, hogy akkor mi jött ki. Így van. Hát a méréseimnek a toleranciájától függ, hogy mit szeretnénk mi látni, milyen szempontok szerint próbáljuk értékelni a hálózatot. Át tudunk rajta vinni x megabit vagy gigabit per szekundummal a forgalmat, és az mekkora mondjuk hiba arányt eredményez egy hálózatban, mekkora csomagvesztés mellett tud ez megvalósulni. Fontos nekünk az, hogy mondjuk garantáltan ne legyen csomagvesztés, akkor mennyivel kell visszavenni azt a sebességet, amit megpróbálunk átvinni a hálózaton, és bizonyos csak próbálkozások során derül ki, és ha ezek a próbálkozásokat nekünk kell egyesével megcsinálni, hát az nagyon hosszadalmas dolog. Akkor térjünk is egyben vissza mondjuk a legegyszerűbb megoldásra. Iperf, Jperf. Ugye az Iperf az egy ilyen alapjában Linux alapú alkalmazás, a Jperf ennek a grafikus jávás futtatható verziója. Ugye azt szoktuk csinálni, laptop, még egy laptop, közé a mérendő eszközpár, vagy akár nagy hálózat, tud vele TCP-t mérni, UDP-t mérni, szanaszét tudjuk paraméterezni a különböző protokollú méréseket, több szálon tudunk mérést futtatni. Ami nagyon fontos. Így van, és tudunk vele A irányba mérni, B irányba mérni, illetve egyidejű duplex méréseket is tudunk vele indítani. Tehát, ha nincsen semmilyen, sem hitelesített mérőeszközünk, sem cél, hardverünk, routerünk, amiből mérőeszközt szeretnénk csinálni, akkor két laptoppal ezt meg tudjuk oldani. Kicsit azért ott macerásabb, mert ugye laptop, esetleg olyan helyre kell vinni, ahol nem szívesen viszünk laptopot, tehát ilyen koszos, lépcsőházi, kapcsolószekrények, társai, illetve hát ugye ismernünk kell az Iperf programnak az összes kapcsolós paraméterét, amiből azért van jó néhány sok. És de hál' Istennek erről van nagyon sok érdekes videó YouTube-on is, meg rengeteg manuál oldalat el lehet olvasni róla. Ilyen esetben fontos azt figyelembe venni, hogy egy hordozható számítógépről beszélünk, a hordozható számítógépeknek ugye van két célja, az egyik célja az, hogy hordozható legyen, másik meg, hogy lehetőleg tovább tudjon üzemelni. Egy-egy ilyen hálózati forgalomgenerálás az elég sok erőforrást tud elfogyasztani, és ha intelligens az operációs rendszer, amit a számítógépen fut, elképzelhető, hogy egy ilyen akkumulátorról történő üzemelésnél nem a legnagyobb sebességet fogjuk tudni kimérni, tehát ha úgy döntünk, hogy laptopokkal fogunk mérni, akkor azért mindig vigyünk magunkkal egy tápegységet, és lehetőség szerint próbáljuk meg az egész mérés időtartam alatt folyamatosan táplálni hálózati feszültségről a laptopjainkat. Illetve hát ugye az előző részben említett, úgymond szűz kábeles mérést ejtsük meg a két laptop között, hogy lássuk, hogy mi az, ami kijön belőle, és mi az, amit a másik fogadni tud. Bizony. És ha már itt a szűz kábelekről beszélünk, ugye sokszor előfordulhat az, hogy az eszközeinken mondjuk, mint például ezen az eszközön, nincs nagyon Ethernet port, és ha Ethernet portot szeretnénk rádugni, akkor valamiféle USB, vagy Thunderbolt, vagy egyéb interfészen keresztül kell csatlakoztatni. Ilyenkor mindig vegyük figyelembe, hogy értem én, hogy Giga Ethernet az van ráírva, de vajon tényleg tudja a Giga Ethernetet, hogyha USB 2-n keresztül dugjuk be? Mert nagyon valószínű, hogy nem fogja tudni, és akkor az egész mérésünk egy ilyen fals feltételezésen alapul, hogy a mérőeszközeink képesek arra a sávszélességnek a generálására. Ilyenkor mindig a mérőeszközeink a validálása azzal az egyszerű Ethernet kábellel összedugva tud segíteni, hiszen azt tudjuk, hogy körülbelül milyen sebességgel terjednek az elektronok a részben, tudjuk, hogy az eszközeink ebben az ideális helyzetben milyen performanciát tudnak nyújtani, és akkor nem fogjuk azt várni, hogy hirtelen majd a közé rakunk bármilyen más eszközt, attól majd ez gyorsabb lesz. Így van, és megspróbálhatunk több napnyi link simogatást, állítgatást, mert nem jön át, amit át szeretnék rajta hajtani, közben lehet, hogy maguk a gépek nem tudják azt az adatmennyiséget generálni. Menjünk át valami hardveres megoldásra, tehát nem laptopra. MikroTik, Router OS, bandwidth test. Ugye WinBoxból futtatható, grafikus, valami egyszerű kis grafikont rajzol is nekünk, hogy adunk egy ellenoldal IP-t, névjelszó, TCP-t tud, UDP-t tud, több szálon tud mérni, most már multicore is tud lenni, így nem van. Olyan régóta, ugye régen egy CPU magot használt, ugye ez problémát tudott okozni, igazából célnak megfelel. Egy hirtelen mérésre teljesen jó lesz, ugye a hátránya mondjuk az Iperf-es mérésekhez képest az, hogy nem képes, a bandwidth test az mondjuk éppen képes arra, hogy kétirányú forgalmat generáljon, de szintén a router OS-ben integrált speed test az ilyet nem tud. Ott az ugye a bandwidth testtől eltérően mér RTT-t, tehát a round trip time-ot méri pingel, és ebből számol jittert is, amit ugye szintén a bandwidth test során nem kapunk, lehet ezért hívják bandwidth testnek, hogy a sávszélességet tesztelje, de cserébe a speed test viszont nem fog tudni kétirányú mérést produkálni. Wireless linknél ez nem is feltétlenül olyan nagyon nagy gond, hiszen tudjuk, hogy a legtöbb mondjuk a Wi-Fi linkeik azok nem fognak tudni duplex forgalmat továbbítani már a Wi-Fi-nek a működéséből adódóan, legalábbis nem úgy, hogy egyszerre adnak és egyszerre vesznek. A vezetékes Ethernetnél viszont ugye ez már ott fontos. És itt fényderülhet érdekességekre, hiszen amikor azt látjuk, hogy egy eszköz képes mondjuk 1 gigabitet átvinni egyik oldaláról a másik oldalára, a full duplex forgalmat valójában 2 gigabit, hiszen ha tényleg vezeték, vagy úgy szokták mondani, hogy vonali sebességre, vagy drótsebességre próbáljuk kihajtani az Ethernetet, akkor abban sajnos benne van az is, hogy visszafelé is képeseknek kell lennünk 1 gigabitet átvinnünk, és az azt jelenteni, hogy igazából 2 gigabitet fogunk az eszközön produkálni. Még ha erre a valós életben nem is feltétlenül kerül sor bármilyen környezetben is. Így van. És akkor van még egy MikroTik által fejlesztett és nagyon jól használható toolunk, ugye ez a Traffic Generator. Ugye az 20.04-es routerboard videóban itt a Petivel ezt használtátok. Így van. Miért jobb ez nekünk, mint a bandwidth test, speed test? Hogy tudjuk ezt mi használni? Hát ha úgy fogalmazzuk, akkor ez talán olyan, mintha ezt a mérési dolgot egy ilyen igazi, rendes mérőműszerben néznénk meg. Tehát a rendes hardveres mérőműszerek azok ilyen programozható paketgenerátorok. Előre tudjuk definiálni, vagy mi, vagy a belevásárolt licenszek alapján a tesztek, hogy mi fog történni, milyen forrás IP címről, milyen cél IP címről mennek a csomagok, milyen csomagmérettel fognak menni, adott esetben milyen sorrendben fognak egymás után történni ezek a flók, lesznek-e párhuzamos flók, lesznek-e egymás után következő eltérő mérések. Még arra is van lehetőségünk, hogy egy korábban fölvett hálózati forgalmat egy adott csomagmintába küldjünk át, hogy ezzel is még inkább próbáljuk meg reprodukálni a laborkörnyezetben a valós terhelésnek az aspektusait. És egy ilyen dolgot az képes nyújtani nekünk a Traffic Generator. Ebben az esetben a routerünk az átváltozik egy forgalomgenerátor teszterré. Hasonló módon fog működni, mint ahogy azok a relatív drága eszközök. A hátrány ennek az egész mutatványnak az, hogy ezt leginkább CLI-ből tudjuk konfigurálni, maximum WinBoxból, de abban sincs sok köszönet. És hát nem az a klasszikus, megnyomom a gombot, mint a speed testen, és utána szép mutató mutatja, hogy csillió gigabit jobbra, csillió gigabit balra, és minden rendben van, hanem helyette definiáljuk először a paket mintákat, hogy ezt szeretnénk küldeni, utána ezt össze tudjuk szervezni streamekbe, azokat el tudjuk indítani, és utána ezt az adott mérést egy általunk definiált időn keresztül futtatva különböző frekvenciával mintákat fogunk látni, hogy az adott időpillanatban hány csomag ment át, hány csomag jött vissza, ez hány megabit vagy hány gigabit per szekundumos forgalmat jelentett, hány paket per szekundummal volt képes az eszköz továbbítani, hány csomag veszett el a mérés közben, hiszen ez is része a dolognak, ugye, hogy a hálózaton átviszünk forgalmat, akkor adott esetben tapasztaltunk csomagvesztés bármi oknál fogva, és ezen túl még a Traffic Generator még képes arra is, hogy nem csak a csomagok meglétét ellenőrizze, hanem a csomagokat mondjuk feltöltse valamiféle random adattal, azokat validálja, hogy megérkeztek azok a csomagok, milyen sorrendben érkeztek meg a csomagok, tehát sokkal komplexebb képet fog nyújtani a hálózatunkról, mint amit egy egyszerű, egysoros, egy gombnyomásos eszközzel, mondjuk egy speed testtel, vagy a router OS-be integrált speed testtel kaphatunk. Amellett még a végén kapunk egy klassz kimutatást is arról, hogy a hálózatunk latency szempontjából hogyan performált, tehát az eszközünk milyen, vagy a hálózatunk, amit leszeretünk tesztelni, azok milyen eloszlásban vitt valamiféle késleltetést a hálózati átvitelbe. Az IP hálózat az ugye csomagkapcsolt. Tehát nem olyan, mint a klasszikus Time Division Multiplex hálózatok, azt mondjuk, hogy már pedig itt van egy ekkora időrés, ebben az időrésben leteszünk ennyi bitet, és az ha esik, ha fúj, annyi lesz, hanem jönnek a csomagok azok majd valamilyen formában a router vagy a switch esetében a keretek, ugye, ott majd processzálódnak és kiküldődnek, és ebben lehetnek apró bingadozások, hogy egy eszköz éppen mennyi mikroszekundum vagy nanoszekundum alatt képes továbbítani az eszköz. Hát inkább a mikroszekundum, nanoszekundumnál talán még nem tartunk, de hány mikroszekundum alatt képes továbbítani egy darab csomagot. És ez az érték, ez a mérésünk teljes időtartalma alatt, ez valamiféle ilyen, általában ilyen Gauss-görbe mentén szokott szépen változni, ahol a közepén van körülbelül az, ami a hálózatunk vagy az eszközünk a nominális állapotában tud továbbítani, és vannak a szín az a kisebb helyek, ahol néha vannak, érhetünk kiugrón alacsony, vagy kiugrón magas értéket. Mindezt a Traffic Generator tudja nyújtani, és ezt nem fogjuk megkapni sem a bandwidth testtől, sem a speed testtől. Tehát akkor egy sokkal komplexebb eredményt tudunk így kapni. Beszéljünk egy kicsit a elméleti gyakorlatáról. Tehát ez hogy néz ki? Hogy leteszek egy routert, van egy interfésze, ott kikergetem ezt az előre definiált csomagmintát, beleküldöm valami másik eszközbe, amit meg akarok mérni. A fogadó az ugye újra én vagyok, aki küldtem a csomagot, tehát meg kell fordítanom azt a forgalmat, és egy másik interfészemen, vagy akár ugyanazon vissza kell kapnom. Hát ugyanazon kicsit nehézkes, de végül is talán az sem lehetetlen. Tehát akkor legyen akkor egy másik interfészem. Célszerűen, igen. És akkor ugye, ahogy láttam, a 1072-est használtátok itt a Petivel a korábbi videókban. Ugye itt gondolom azért volt, mert többször 10 gigabitet akartatok mérni azon a, nem is tudom, a 20.04-es teszteltétek akkor. Így van. Tehát alapvetően, ha mérünk, akkor jobb az, hogyha amit szeretnénk mérni, annál nagyobb kapacitású a mérőműszerünk. Mert ugye egyébként nem látnánk a maximális átviteli képességet. A 1072 az két szempontból is jó választás volt. Egyrészt ugye elég sok maggal rendelkezik, ezért nagyon jól tudja futtatni ezt a több magra elosztott Traffic Generator alkalmazást. Másrészt ugye több 10 giga ethernetes interfészre rendelkezik, tehát a lehetőség szerint egész sok portot be tudtunk dugni. Ha végig gondoljuk a 8 portos 1072 és a 12 plusz 2 portos 2004-es között azért van portban különbség. Igazából, ha egy eszköz teljes kapacitását szeretnénk megmérni, akkor célszerű minden interfészét bedugni, és minden interfészén forgalmat beküldeni, hiszen így tudjuk a lehető legoptimálisabban használni az eszköznek a képességét. Ilyenkor mindig persze figyelembe vesszük azt is, hogy milyen az eszköznek a blokkdiagramja, hogyha ezt hozzáférünk. Ne próbáljuk meg a 4 darab párhuzamosan switchbe szervezett gigát 4 gigával megterhelni, mert úgyse fog kijönni a másik oldalt 1 gigánál többen, mert mondjuk össze van kötve a CPU-val. Tehát egy-egy ilyen eszköz kapacitás mérés esetén fontos, hogy ismerjük, hogy mit szeretnénk mérni, és a lehető legalkalmasabb eszközt megtaláljuk rá. De hát nincs mindenkinek 1072-es, meg nem is feltétlenül kell minden egyes célra 1072-essel mérni. Ez csak egy jó állapot volt. Tehát a 1072-est jó akkor használom, ha többször 10 gigát kell kivennem, így mert van. Mondjuk egy másik berendezést akarok megmérni. Tehát akkor nem kell mindenkinek párosával most 1072-est beraktároznia, hogyha a hálózati kapcsolatokat épít, hanem ugye egy töredékáron elérhető 1036-os vagy a 2004-es is bőven elég, hogyha nekünk szakaszokat kell mérnünk, és nem ilyen nagy dobozolt routereket akarunk 48 interfésszel hitelesíteni. Így van. Vegyük azért azt figyelembe, hogy a Traffic Generator működése az azon alapul, hogy nekem van egy eszközöm, amiből elmegy a forgalom, és amiből bejön a forgalom. Illetve adott esetben a visszairányba is teljesen jól mehet. Tehát ha bármit mérünk, akkor minden esetben az lesz, hogy van az eszköz, a device, amit szeretnénk mérni, az ugye a device under test, vagy a network under test, és az egyik végét is bedugjuk a forgalomgenerátorunkba, meg a másik végét is bedugjuk a forgalomgenerátorunkba, ezért mondjuk egy ilyen több 10 kilométeres linket mérni egy darab eszközzel, az néha kihívásokba ütközhet, hogyha nincsen mind a két oldalra a nagysebességű kapcsolatunk, aminek a kapacitásában megbízunk. Akkor itt hadd kérdezzek, hogy eddig arról beszéltünk, hogy van a mérőeszközöm, elindítja a forgalmat és visszafogadja, de akkor ezt meg tudom oldani két eszközzel is. A Traffic Generatorrel nem tudjuk megoldani. Tehát ott vissza kell lépnünk egy mérési szintet, vagy mérési metódust. Így van, tehát mindig ott lényegében lesz a mérési környezetünk, amiből behelyezünk egy komponenst, aminek a kapacitását meg tudjuk mérni. Természetesen meg tudunk mérni így egy egész hosszú hálózatot is, hogyha a hálózatnak a két végéhez van mondjuk egy-egy optikai kapcsolatunk, amin keresztül el tudjuk juttatni oda. Sötét szálat mondtam volna. Akár a sötét szál, így van. Vagy egy definiált kapacitású VDM kapcsolat, bármi jó. Természetesen, ha más nem, ilyenkor azt figyelembe kell vennünk, hogy tudjuk, hogy a fény az adott sebességgel terjed vákuumban, és hogy nem lehet rajta semmiféleképpen gyorsítani, akármilyen komoly üzleti prioritások is állnak emellett. Ezért a megnövekedett késleltetést, ami a távolságból adódik, azt mindenképpen hogy bele kell számolnunk az eredményeinkbe. Tehát ha azt látjuk, hogy a 100 kilométeren tapasztaltunk fél millisekundum extra késleltetést, az nem amiatt van, mert valami elromlott, hanem az univerzum működik, és ennek igaza van. Rendben. Attila, köszönjük a szakértést, ebbe az epizódba ennyi fért bele. Hogyha kérdésetek vagy észrevételetek van a témával kapcsolatban, akkor azt lent a kommentek közé írjátok be. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!